pont két olyan ifjúsági olimpiai bajnokot interjúvolnak meg most, ugye, akik Szingapurba olimpiai aranyakat hoztak, Kapás Zsófi nevezetesen kettőt, Vernek Peti egyet, egy aranyat és egy ezüstöt, úgyhogy bízta mindenki úgy fekszik le, hogy nem kell külön altatni. Nem kell bulizni, menni, meg nem. Elfáradni. Egész biztos, hogy nem. Ilyenkor gondolom, nyilván lelkileg is fel kell készülni egy ilyen versenyre. Ebben hogyan tudnak segíteni nekik? Hát egyrészt nagyon sok versenyzőnek van pszichológusa, másrészt az edzők is kitűnő pszichológusok. Én úgy érzem, hogy ezzel kapcsolatosan nincsen probléma. Én is mindenkinek segíteni akarok, hiszen van tapasztalat, 8. Szurkolunk neki és mindenkinek. Köszönjük nagyon szépen. Köszönöm. Még egy mondatot váltunk Bogival. Szia! Kapás Boglárka, te hogyan készülsz? Mondd el nekünk röviden. Hát ugye én most itt vagyok Balatonfészőn kéthetes edzőtáborban. Ez az utolsó állomása a világbajnokságra való felkészülésnek. Ezután már csak másfél hét van otthon és indulunk. Úgyhogy hát egész évben, illetve január óta ugye nagyon keményen edzek és sorafidelek mindjárt, úgyhogy remélem, hogy ennek meg lesz az eredménye Barcelonában. Mi is reméljük, és nagyon szurkolunk nektek. Köszönöm szépen. Jó edzést kívánunk. Köszönöm. Köszönjük.